Csabai Károly, Székely Sarolta, Király Béla, Weber Balázs, Gáspár András, a privátbankár.hu és az m4.hu neves szakújságírói, ismert politikusokat, ágazati szakértőket kérdeznek havonta Klasszis Klubban arról, ami mindenkit foglalkoztat. Kérdeztük már többek között Bot Péter Ákost, Lázár Jánost, Király Júliát, Holoda Attilát és Hatházi Ákost. Csak regisztrálnia kell, és kérdezhet ön is. Keressen minket a klasszis.hu-n, és feltétlenül iratkozzon fel a Klasszis YouTube csatornára. Sok szeretettel köszöntöm a nézőinket, és Székely Sarolta vagyok, az m4.hu és a privátbankár.hu felelős szerkesztője, és ez itt a Klasszis Klubnak a hát lényegében jubileumi adása, mert kereken 2 évvel ezelőtt januárban indult ez az online rendezvényünk, és a mai vendégünk Kovács Gergely lesz a Magyar Kétfarkú Kutyapártnak a társelnöke. Mi korábban már letegeződtünk, úgyhogy ha Gergelynek sincs ellenére, akkor tegeződni fogunk ezen a beszélgetésen is. Köszönjük, hogy elvállaltad a felkérést. Legelőször kezdjük szerintem a legaktuálisabb kérdéssel, ami a hétnek az egyik fő eseménye. Ugye február eleje van, és ilyenkor kijönnek a vagyonnyilatkozatok. Mit szólsz ahhoz, hogy Orbán Viktornak most már van megtakarítása? Ez egy nagyon jó hír, ugye én a 12. kerületben vagyok önkormányzati képviselő, és ugye ott él a miniszterelnök is, és nekem volt is egy előterjesztésem még 2 évvel korábban, hogy valami fajta szociális támogatást kellene az önkormányzatnak nyújtani a miniszterelnök úr felé, mert azért ez szerintem hát azért nem járja, hogy ennyire ne legyen pénze egy miniszterelnöknek. És egyébként az legalább jó, hogy megmaradt ez a korábbi vagyonnyilatkozati rendszer, ugye volt egy terv, nem is tudom, talán fél évvel ezelőtt, hogy átveszik az EP-nek a vagyonnyilatkozati rendszerét, ami egy teljesen szürreális rendszer. Ettől függetlenül azért, ugye én az elnöke voltam a 12. kerületben a vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottságnak, és akkor ezt ott nekem sikerült is hát megszüntetni, mert ugye ez a bizottság annyit csinált minden évben, hogy mindenki 2-ször felemelte a kezét, egyszer azért, hogy megszavazza a napi rendi pontot, a másikban pedig megszavaztuk azt, hogy leadták a képviselők a vagyonnyilatkozatokat. Ugye ez egy elég nagy bohóckodás mindennek ellenére Magyarországon. A fő probléma szerintem az vele, hogy aki tehetné, mondjuk a NAV, az ugye nem ellenőrzi ezeket a vagyonnyilatkozatokat, tehát a tartalmi valóságát. Ugyanígy, ha esetleg mégis kiderülne valakiről, hogy hát nem a valóságot írta be, azért nem ilyen büntetés, mint ahogy ugye az se volt gond, hogy Rogán Antalnak többször megnőtt a háza. És a másik nagy gond, hogy ez egyébként azt hiszem az országgyűlésnél nem így van, de az önkormányzatoknál úgy történik ez, hogy mindig visszaadják az előző évit, és általában le is veszik a weboldalról. És ugye igazából szerintem nem az az érdekes, hogy kinek mekkora a vagyona, mondjuk egy 50-60 éves ember, akár örökölhető cégei vannak, stb. Ami az érdekes, ez a vagyonosodás, tehát hogyha egy év alatt ugye annyival nőtt a vagyona, amikor a jövedelme nem látszott mögötte, de hát ezt meg ugye nem tudjuk. Én meg tudom nézni, mert mindig lementem a 12 kerben minden évben ezeket a dokumentumokat, de egyébként általánosságban ez kevéssel látható. Említetted ezt a bizottságot, ami megszűnt, ezért járt külön díjazás, ezért, hogy 2-szer feltették a kezüket? Persze, és ki is számoltam, és valami több 10 milliós órabér jött ki ugye nekem ebből. Egyébként Budapesten van több helyen ilyen, például Ferencvárosban is, a 11. kerületen vagy Újpesten, és egyébként nagyon szórakoztatóak tudnak lenni ezek a bizottságok, ugyanis hát valószínűleg ők is érzik, hogy az ő munkájukat nehéz munkának nevezni, és azért kiszoktak maguknak találni plusz feladatokat, de mindig gondosan ügyelve arra, hogy azoknak se legyen semmi értelme. Milyen feladatok? Hát a 11. kerületben például azt találták ki, hogy ők, ha jól tudom, 3 havonta összeülnek, és döntenek arról, hogy csökkentsék azoknak a képviselőknek, illetve bizottsági tagoknak a fizetését, akik hiányoztak a testületi vagy a bizottsági ülésről, és mindig megszavazzák utána, hogy ők 0%-kal csökkentik azoknak a bérét, akik hiányoztak. Tehát ők is egy ilyen nagyon szuper mission találtak ki maguknak. Ha már a vagyonnyilatkozatok szóba jöttek, ugye egyébként az Európai Uniós nyilatkozatnak egy részét ugye átültették az új nyilatkozati rendszerbe, hogy a jövedelmeket már csak sávosan kell megadni. Ezt azért megtartották. Ez egyébként így a nézőinknek elmondom, hogy ez nekünk egy kicsit szerencsétlenül jött ki, ugyanis nem tudjuk elkészíteni a jövedelmi top listáját a képviselőinknek. Viszont ez ugye azért az uniós pénzekkel is
összefüggésben van, ezért is kellett valamilyen szinten átalakítani a nyilatkozati rendszert. Kíváncsi lennék arra, hogy te hogy értékeled az uniós pénzek körül zajló elmúlt hónapok történéseit, illetve hogy mit gondolsz, hogy sikerül-e a kormánynak teljesíteni azt a 27 szupermérföldkövet, amit meghatározott a bizottság? Hát részben érdekes az egész, részben nagyon szomorú is, de egyébként meg lehet jó hozadéka is. Én gyanítom, hogy amiket a kormány bevállalt, azt meg fogja tenni, mert hát szüksége van ezekre a pénzekre, és nekünk volt egy viszonylag részletesen kidolgozott programunk a választás előtt a közbeszerzések újragondolásával kapcsolatosan, és egyébként tök sok elem, ami abban szerepelt, az most megjelent itt. Például ugye ők létre akarnak hozni most egy olyan központi nyilvántartást, ahol egy helyen értelmezhető minőségben kereshetőek lennének az 5 millió forint feletti szerződések. Ha belegondolunk, ez egy hatalmas segítség lenne annak, aki utána akar nézni, hogy mondjuk egy adott képviselő esetleg milyen más önkormányzatoknál dolgozik az ő cége. Eddig ugye, hát ezt vagy a közbeszerzési értesítőben nézhetted meg, de a értékhatár alatt ugye ott nem, hanem hát egyesével kellett az önkormányzatoknak a közzétételi listáit átnézni. Ha ez megvalósulna, akkor biztos, hogy egyébként az a vicces ebben, hogyha megvalósulnak ezek a korrupció ellenes intézkedések, akkor hát jóval korruptabbnak fog tűnni az ország, mint most. Ugyanis sokkal könnyebben hozzáférhetőek lesznek ezek az információk. Maga az, hogy a Bodoki Tamást beválassza úgymond a magyar kormány egy korrupció ellenes bizottságba, az szerintem egy csoda. És hát van egy másik, ami egyébként szerintem tök fontos, mert az integritás hatóság ugye részben azt a célt tűzte ki, hogy valamilyen formában megpróbálják majd szoftveresen láthatóvá tenni az esetleges versenyhiányokat, vagy hogy nevezzem így a közbeszerzések terén. Ha ez megvalósul, ez szerintem megint egy olyan dolog, hogy hatalmas segítség lenne. És igazából nincsen bonyolult dologról szó, tehát azért a közbeszerzéseknek a lényegét szerintem egy mondatba le lehet írni, ami pedig az, hogy legyen teljesen tisztességes és egyenlő verseny. És ugye minden olyan, ami ezzel szembe megy, az nagyon nehéz megindokolni, hogy miért lenne jó. Miért gondolod, hogy korruptabbnak fog tűnni az ország, hogyha lesz az a kereshető adat? Azért, mert hogy folytatják ugyanazt, amit eddig és ez napvilágra kerül, vagy nem, erre tudok így gondolni. Hát egész egyszerűen kiderülnek azok az összefüggések és összefonódások, amiket most tehát sokkal kevesebb munkával lehet majd kideríteni ezeket a kapcsolatokat, amik vannak mondjuk akár a cégek, illetve az önkormányzatok között, mint most. Tehát most is megteheted ezt, csak tényleg elképesztő munka. Ha tényleg egyben lenne kereshető ez az egész dolog, és mondjuk nem tudom, 45 napos adatigénylésekkel kéne ezeket megszerezni, ahol ilyen beszkenelt, kereshetetlen dolgokat kapsz, lehetőleg feje lefelé, akkor szerintem az egy nagy help lenne ebben. És hát valószínűleg mondom, mivel kiderülnének dolgok, ezek nem néznének ki jól. Egyébként ugye ezek sok esetben nem törvénytelenek. Tehát a pont az EU-s pénzek elköltésénél azért a Tiborcz esete óta legalábbis igyekeznek ki figyelni a kiírók, hogy magát a törvényt azért ne sértsék meg, mert ugye vissza kell fizetni adott esetben az EU-s forrást. És egyébként én egyébként pont ebben látom a legnagyobb gátját annak, hogy tudjon majd hatékonyan működni bármilyen hatóság ezekben az ügyekben. Ha jól tudom, ugye ezek pont éppen, hogy csak az EU-s forrásokat vizsgálhatják. És ha ezekről kiderült szabálytalanul költöttük el, akkor ezeket vissza kell fizetni, mint történt akár a öveges program esetében is. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ebbe így belemegy el, hát akin ez múlik. Akkor jól értem, kicsit visszakanyarodva egy pár mondattal korábbra, hogy akkor szerinted megkapja a Magyarország a felfüggesztett uniós pénzeket. Úgy gondolod, hogy ezt... Szerintem meg igazából ez az a rész, ahol a szomorú kifejezést használtam az előbb, csak aztán ezt én nem fejtettem ki. Maga
ez az eljárás, ami történt, és amit Magyarország csinált, és ahogy reagált rá az Európai Unió, azért az szerintem hát összességében nem szép következtetéseket enged levonni. Tehát ugye, hogyha most itt végül is nagyon tömören az történt, hogy azt állította az Európai Unió, hogy az EU-s pénzeket nem megfelelően költjük el, és emiatt akkor ő most ezeket visszatartja, és akkor Magyarország kvázi elkezdte zsarolni azzal, hogy jó, akkor én meg nem támogatom a szankciókat, vagy a Európai Uniónak a Oroszországhoz való viszonyában más gondolok, és akkor hát gyakorlatilag egy alkú született, amennyire én ezt így teljesen kívülről láttam, hogy akkor oké, akkor mi megszavazzuk a szankciókat, ők meg küldik a pénzt. Na most ez a fajta zsaroló működés, ha belegondolunk ezt, akkor elvileg bárki bármikor megteheti. Elkövethet bármilyen úgymond bűnt az Európai Unió ellen, valamit majd kitalálsz, hogy meg tudod zsarolni, és a vétóval, ugye, vagy a, tudom én, és akkor innentől kezdve nem tud rád hatni az EU. Hát ebből látszik, hogy valószínűleg ez a szervezet nem arra lett kitalálva, hogy ilyen jellegű szereplők vannak benne, mint Magyarország, és talán ezért látni itt egy ilyen picit furcsa működést. Én azt gondolom, hogy ezeket meg fogjuk kapni. Meg hát, hogy mondjam, az a másik, hogy a kormány ugye kommunikációsan én szerintem nagyon jól jön ki sajnos minden ilyenből, amikor az Európai Unióval ő harcol és megvédi a magyarok érdekeit. Emlékszünk, az első békemenet is ugye egy ilyesmi esetek után történt. Egyszerűen annyival több kommunikációs felülete van itt a kormánynak, illetve hát a kormány közeli szereplőknek, mint akár az ellenzéknek, vagy az Európai Uniónak, hogy úgyis mindenki azt hallja, hogy amit a magyar kormány akar velünk tudatni, és emiatt a összességében én azt hiszem, hogy még akár népszerűbb is tud lenni tőle. És hát ugye az EU is nem biztos, hogy mindig a megfelelő, hogy mondjam, szankciókat próbálja kiszabni Magyarországra. Tehát amikor mondjuk pont az Erasmus pénzek, hát hogy mondjam, visszatartásáról lenne szó, azt valamit, akkor ezt nagyon könnyű eladni itthon úgy, hogy ez a magyar gyerekek elleni valami, miközben egyébként meg természetes, hogy felháborodik rajta bárki, hogy alapítványokba szervezték ki most már az egyetemek nagy részét, meg hát nem is csak az egyetemek nagy részét, hanem rengeteg állami vagyont. Értelemszerűen ugye itt nem csak az a fő gond, hogy teret rakták fideszes politikusokkal, fidesz közeli emberekkel, hanem hogy ugye nincs határidő, tehát ők úgymond halálukig a kuratóriumi tagok lehetnek, és utána sem a magyar állam vagy valaki választja meg az új tagokat, hanem a megmaradó kuratóriumi tagok. Most nagyon röviden ez azt jelenti, hogy mostantól örökké a regnáló hatalom emberei dönthetnek az egyetemek valóban fontos kérdéseiről. És egyébként én attól tartok, hogy amiben most megegyeznek, ha jól tudom, a két nagyobb követelés ugye az, hogy vegyék ki a, nem tudom, államtitkár szint feletti, vagy valamilyen szint feletti politikusokat ezekből az alapítványok kuratóriumából, másrészt pedig, hogy ne örökre tartson ez a tagság, hát ez semmit nem fog megoldani. Tehát ugyanúgy ott fognak maradni a fideszes emberek, jön majd mondjuk egy, nyilván nem lesz ilyen soha, de jön mondjuk egy MSZP kormány, és akkor 5 év múlva ő majd berakja az ő embereit. Szóval, hogy ez szerintem itt maga az egész, ez a baj. Tudom, hogy a oktatás nemzeti kérdés, és érdemben nem szólhat bele a Európai Uniónak a különféle szervei. Nyilván ezért közelítették az Erasmus felől, mert ebből bele tudtak szólni. De ha azt nézzük, hogy ez kommunikációsan kinek jó, akkor lehet, hogy a Fideszre kell gondolni. De mondjuk az Unió nagyon csak ebben a kérdésben nagyon nehezen tudott volna más intézkedés hozni, mint a pénz felfüggesztését, tehát hogy kicsit patthelyzetben volt, tehát ha változást akarnak elérni, akkor nagy valószínűség szerint, legalábbis én úgy gondolom, hogy nem látok más opciót arra, hogy egyébként érdekes, hogy a kormány ugye azt mondta, hogy ő erről nem tudott, hogy probléma van az Erasmus pénzekkel, illetve az alapítványok kuratórium tagságával. Kommunikációs trükk szerinted, vagy egész egyszerűen, mert ugye volt egy írásos állásfoglalás, amiben elméletileg ezt leírta Brüsszel, hogy ezzel probléma van. Nem olvasták el, nem foglalkoztak vele, vagy szimplán csak most ez egy kommunikációs trükk, hogy ők nem tudtak róla.
Hát erre Egyik nem tudok sajnos válaszolni, bevallom, nem tudom, hogy a kormány tudott-e arról, hogy az EU tudott-e arról, hogy én tudok-e arról, hogy a kormány tud arról, hogy az EU miről tud pontosan. Nekem is volt már olyan e-mail, amit nem olvastam el. Lehet ez is olvasatlan maradt esetleg valakinek a postafiókja. Ha az uniós pénzek után kicsit kanyarodjunk át, egyébként vissza fogunk még térni a közbeszerzésekre, az öveges program néhány mondatot mindenképpen szeretnénk neki térni. Maradjunk akkor kicsit a gazdasági kérdéseknél. Szerinted a jelenlegi inflációs helyzetet nem is így kérdezem. Mit gondolsz az ársapkáról? Hát az biztos, hogy nem megfelelő termékekre, nem megfelelő dolgokra lett kivetve. Tehát például, hogyha az eurónak az árát fogyasztottuk volna be, euró árfolyamát fogyasztottuk volna be egy évvel korábban, akkor sokkal, sokkal jobban járnánk. És hát ugye másrészt egy kicsit a mi felelősségünket is érzem a infláció elszabadulásában, mert azért az a töménytelen mennyiségű soros pénz, amit a kutyapárt az elmúlt években a piacra öntött, az nyilván gyengítette a forintot, különös tekintettel arra, ugye, hogy nemrégiben megjelentek a 10 millió forint értékű Kovács Gergős soros pénzek is, és hát itt ugye nyilván összeomlott a dolog, de természetesen Gyurcsány Ferenc és a DKTV felelőssége is ugye, hát mindenképp meg kell említeni, azért az élelmiszerinfláció akkor futott fel különösen, amikor a DKTV elindult. Nehéz nem látni a két dolog közt az összefüggést. Hát egyébként meg különösebb dolog nem történt, tehát nyilván az a pénz, amit kiosztott a kormány a választás előtt, azt hát valahogy vissza kell venni, és hát így nyilván az elinflálása a pénznek az erre egy tökéletes módszer, ezt már Bokros Lajos is egyébként meg tudta csinálni, és egyébként meg szerintem vannak tök jó hatásai is. Én például egy ilyen kis boltba járok, ahol nincs túl sok vevő és termék, és ott már borzasztó árak lettek ezek a jobbféle sonkák, nem tudom, 2000 forintba került 10 deka, aminek az lett a következménye, hogy nem vette meg senki. És emiatt a lejárat előtt, nem tudom, már 500 forintért lehetett venni. Úgyhogy én most gyakorlatilag olyan drága sonkát tudok venni, mint még soha, nagyon olcsón, tehát igazából vannak ilyen jellegű hatásai is. Hát jó, hogy cukrot nem tudok venni, de nincs, vagy mert drága? Azért nem tudsz cukrot venni, mert nincs, vagy drága? Igazából mind a kettő igaz, mert ugye kristálycukor nincs, a többi pedig drága. Tehát akkor most én azt csinálom, hogy veszem a porcukrot és a porcukrot, ami jóval drágább, mint egyébként a kristálycukor, úgyhogy ilyen szuper hatása lett a dolognak. Egy évvel ezelőtt adtál egy interjút, most nem emlékszem pontosan, hogy melyik lapnak. Ott azt mondtad az ársapkára, hogy választási fogás gyakorlatilag, és április 4-én meg fog szűnni. Még mindig választási terméknek vagy fogásnak tartod? Akkor most el kell napolnom, és azt kell mondom, hogy majd a önkormányzati választás után fog megszűnni a dolog. Nem tudom, hát nyilván most az a baj, tehát én nem vagyok szakértő, és abszolút csak laikusként tudom mondani, hogy teljesen értelmetlennek tartom ezt a dolgot, és nyilván behúzzák a boltok máshol ezeket a pénzeket. A benzin az egy kicsit más, mert ott azért a MOL-nak volt ez a vesztesége javarészt, de hát a MOL-ért se kell aggódni, hát a MOL-t remekül kifizették azzal, hogy megnyerte nem is tudom hány 10 évre a szemétszállításnak a személyszállításra vonatkozó közbeszerzést, amit egyébként már pont előtte is beszéltük, még csak amikor kiírták ezt a közbeszerzést, hogy egyértelműen látszott, hogy a MOL-ra van kiírva, ugyanis egyrészt elvártak a közbeszerzésben egy nagyon nagy mennyiségű szállítókapacitást, amivel a MOL rendelkezett, viszont azt nem várták el, hogy legyenek a tulajdonodban olyan épületek, olyan gépek, amikkel magának a szemétnek a feldolgozását el tud végezni. Az volt, hogy persze majd pár éven belül értelemszerűen ezeket be kell szerezned, de abból nem kellett. Szóval ebből azért egy része visszajön a MOL-nak, úgyhogy talán értük se kell aggódni ennyire. Szerintem haladjunk tovább egy kicsit a témával, mert eléggé rohamosan, gyorsan telik az idő, hál' Istennek, jó beszélgetésről van szó, ez azt jelenti. A kormány tevékenységénél maradva,
Kíváncsi lennék arra, hogy hogy értékeled azt, hogy az Orbán kormány az a háború kitörése óta is kitartott a keleti politikája az Oroszország mellett. Nehéz eldönteni, hogy én korábban azt tartottam a kormányunk legnagyobb hibájának, hogy hány millió emberrel sikerült meggyűröltetnie egyéb hány millió embert mindenféle értelmes ok nélkül. Most talán felzárkózott mellé ez a fajta dolog, ahogy ő viszonyul Oroszországhoz is. Nem is az a legnagyobb baj, hogy a kormány hogyan viszonyul Oroszországhoz, hanem hogy átfordították a fél országot, és egy nem tudom, középkori agresszornak a pártján állnak és próbálják megmagyarázni. Én igaziból azt nem látom se Oroszországgal való barátságunkban, se például a Kína irányába történő barátkozása, hogy végső soron mi a jó nekünk ebben. Tehát nem látni azokat a, nem tudom, beruházásokat, azokat a dolgokat, amik utána végig is mi járnánk jól, hogy ezeket a dolgokat megtesszük. Hát a nagyon vicces, hogy mai napig úgy talán használják az olcsó orosz gáz kifejezést, miközben ugye Magyarország gyakorlatilag a legnagyobb marhaságot csinálta, és akkor töltötte fel a tárolókat, amikor a legdrágább volt a gáz. És ugye ezért van az, hogy ma is ugyanolyan drága, mert most a tárolókban levő gázt fogyasztjuk el, és hát még van is benne bőven. Tehát inkább nem tudom az összehasonlító adatokat, de hát az biztos, hogy nem olcsó veszőgáz, hanem nagyon drágán. Szóval igazából mi ennek az értelme, azt bevallom, nem látom, és én ezt tényleg már sajnálom ezt az egészet, hogy a kormányunk ebbe az irányba ment. De például amikor mi is segítettünk a ukránoknak, ugye hónapokig volt nekünk ez a help sátor, ahol rengeteg adomány érkezett, részben pénz, beli részben tárgyak, és akkor azokat szétosztottuk, akkor azért ott az tök jó volt, hogy így örültek ott az ukránok, hogy na azért a Magyarország, a magyar emberek mégsem olyanok, mint a kormánya, vagy hogy fogalmazzak. Igen, de igen. Az biztos, hogy elképesztő károkat okozhat, és nyilván gazdaságilag is, tehát értelme nincsen, és még hatalom megtartási szempontból sem nem tudom megindokolni, hogy ez miért jó a Fidesznek. Egy évvel ezelőtt volt vendégünk Hadházi Ákos, ugyanitt a Klasszis klubban, és ő azt mondta, hogy ő se látja igazából, nem lát érthetetlen számára is, hogy mi történt Orbán Viktorral. Ugye néhány évvel, jó pár évvel ezelőtt volt kint Moszkvában egy látogatáson, és utána volt nála egy ilyen párfordulás, és ő azt mondta, hogy hát vagy megvették, megzsarolták Orbán Viktort. Ezt elképzelhetőnek tartod, vagy te ezzel egyet tudsz érteni? Te mindegy, hogy mit mondok, mert nem tudom erre a választ. Hát ezt senki se tudja, csak találgatni tudunk igazából. Hát ugye ők valamilyen szinten azzal indokolják ezt a Fidesz részéről, hogy a függőséget ugye mondjuk csökkenteni szeretnék Európától, de mint ahogy ezt éppen Puzsér Róbert pár nappal ezelőtt olyan szépen megfogalmazta, amikor egy nagyon csúnya beszélgetésen vett részt Schiffer Andrással, hogy azzal nem függetlenek leszünk, hogyha most még három egyéb országtól is függünk, hanem éppen, hogy még függőbbek leszünk mindenkitől. Azt meg, hogy mi van a háttérben, és hogy megzsarolták-e, azt meg tényleg én nem tudom. Szintén az elmúlt napokban, hetekben Orbán Viktor nyilatkozatát sokszor félreértett, nem sokszor félreértettek, volt egy olyan magyarázata, hogy kicsit már az EU-ból való kilépés felé kacsingat, vagy próbálja ezt úgymond előkészíteni. Ezen az úton vagyunk, vagy eljuthat szerinted? Kilépünk az EU-ból? Hát de inkább éppen az ellenkező irányba kéne menni. Tehát azt kéne, hogy belépjünk még egyszer az EU-ba, és ha kétszer benne vagyunk, akkor lehet, hogy dupla annyi EU-s forrás kaphatna Magyarország. Tehát ez így szerintem jobban. Nem, hát nyilván ők is tudják, hogy a vesztükbe mennének. Tehát ezek nélkül, az EU-s források nélkül összeomlana a fideszes gazdasági elit nagyon hamar, és itt most már azért nagyon sok embert kell eltartani és kifizetni, és ezt hazai forrásokból szerintem nem tudnánk fedezni.
bár lehet utána meg belépnénk az Afrikai Unióba, bár ott szerintem inkább mi lennénk a befizetők, és nem annyira jól néznénk ki a dologból. Az meg, hogy Magyarország, ugye ez a másik, hogy mindig majd talán valahogy is megfogalmazták, hogy addig van szükségünk az euróra, amíg nekünk jön a pénz, és nem mi adunk oda pénzt. Ez egy nagyon szép ábránt, hogy mi majd valaha behozzuk a, nem tudom, gazdagságban Nyugat-Európát. Hát éppen 1000 éve próbáljuk, és kevés sikerrel, szóval én nagyon meglepődnék, ha 10-20 év múlva itt valamit mi behoznánk, és nem lenne szükség az EU-s pénzre. Úgyhogy amíg EU-s pénzre van szükség, addig szerintem ennek a kormánynak az EU gyakorlatilag ennyi, szerintem. Tehát egy valami, amivel lehet hadakozni, amit itthon el lehet adni, mint nem tudom, szabadságharc és a magyarok érdeke, amúgy meg egy pénz csak. Szóval ilyen ilyesmi. Egyébként az EU-nak tényleg vannak furcsa részei, csak nagyon röviden. Egyszer voltam a Strasbourgban, az Európai Parlamentben, van egy német viccpárt, a Die Partei, nekik vannak ott képviselőik. Egyébként ez elég szomorú, hogy a viccpártok közül pont a német van benne az EP-be, ismerve a német humor sajátosságait. És ott nekünk megmutattak egy bizottsági ülést, a Európai Parlamenti Bizottságnak az ülését, és ez az Észak-Koreával foglalkozó bizottságnak az ülése volt. Nem tudom, 40-50 érdeklődővel, ugye 15 tolmács, ezt minden nyelvre fordítani kell. És hát ott nagyon hamar megállapították a résztvevők, hogy igazából az EU-nak Észak-Koreával nincs igazán dolga, és nem is tehet semmit, nincsenek érdemi gazdasági kapcsolatok, ez amúgy is kínai, esetleg amerikai érdekszféra határán található, tehát semmi dolgunk vele, nem is tudunk tenni semmit, és nem is kell, és utána még megbeszélték, hogy egy hónap múlva folytatják Bécsben az ülést, aminek nagyon örültek, mert mondta is valaki, hogy a szép város, és jó lesz oda elmenni. Szóval ott azért ott is lehetett látni ezeket a teljesen szürreális dolgokat, amiket történnek. Ha már szóba került a német viccpárt, a kétfarkú kutyapárt készül az Európai Parlamentben? Utalok itt a jövő évi választásra. Persze, természetesen megpróbáljuk, mert bevallom őszintén, nekünk az önkormányzati választása sokkal fontosabb. Ugye ezek egyszerre lesznek, mi most szeretnénk bejutni elég sok helyre, ezzel a 3-4-5%-os eredménnyel ezeket ezt el lehet érni listáról, és igazából szerintem akár már egy képviselő is tud azért érdemben dolgozni. És jelenleg Magyarországon szerintem több dolgot lehet elérni azzal, hogyha helyi ügyekkel és önkormányzatban foglalkozol, mintha a parlamentben szidod a kormányt, amiből a YouTube és Facebook lájkokon kívül viszonylag kevés dolog születik. És talán még egy fontos, hogy ugye én úgy kerültem be a 12. önkormányzatba, hogy előtte én nem igazán foglalkoztam ilyen dolgokkal, és hát akkor jöttem rá, hogy hát azért ez egy ilyen külön szakma, meg hát tök sok minden van itt, ami ez azért igazából kéne érteni. Én félig azt hittem, hogy ez egy tisztességesen működő önkormányzat, és így biztos nem lopnak meg, stb. Úgyhogy mi most ebből tanulva elkezdtünk egyébként egy képzést, hát 100-valahány ember jelentkezett eddig erre, és akkor elkezdtünk egy képzést azoknak, akik a jelöltjeink lesznek az önkormányzati választáson. Nyilván végigmegyünk az építésügyen, a közbeszerzéseken, a gazdasági társaságokon, ez egy elég hosszú, fél éven át tartó előadás. És akkor még talán valami olyan csoda is megtörtént, hogy valamelyest hozzáértő emberek kerülnek be az önkormányzatokba. Szóval nekünk inkább ez az irány, ami fontos. Azért az EP-ben, hogy mit lehet pontosan elérni, az egy nagyon nagy kérdés számomra. Az, hogy te ott hogyan szavazol, az értelemszerűen nem befolyásol semmit. Én szerintem a két momentumos lány nagyjából kimaxolta azt, amit ebből ki lehetett hozni, és hát kommunikációsan nyilván felületeket jelentettek ezek nekik, de ott azért valamit elérni szerintem nagyon nehéz, úgyhogy mondom, mi inkább az önkormányzati választás, amire hát készülünk. Az EP választásokra megvannak már a jelöltjeitek? Hát szerintem a kutyám egyelőre, de nincsen hivatalos döntés még erről a párton belül. Hozzám eljutottak olyan információk, hogy talán oknyomozó újságírókat fogtok tetni. Ez megerősít. Az a baj, hogy akikre gondoltunk, ők sajnos hát külföldi állampolgárok lettek mostára. Azért sokan jártak úgy akár a átlátszó korábbi munkatársai közül, hogy egy idő után úgy látták, hogy amit ők nagyon nagy munkával elvégeznek, annak nem biztos, hogy
Nem akarom azt mondani, hogy nincsen értelme, de hogy hatása, és nem csak olyan hatása, hogy most valakit esetleg lecsuknának, vagy valami büntetést kiszabnának, hanem politikai értelemben se feltétlenül van hatása a munkájuknak, mert ugyanúgy megválasszák azokat, akikről már százszor mindenki leírta, hogy milyen borzalmas dolgokat csináltak. Úgyhogy sajnos, akikre gondoltunk, ők eltávoztak az országba. Akkor egyelőre marad a kutyus. Egyelőre a kutyus, igen. Hát figyelj, az van, hogy azt hiszem, ilyen kb. 120 milliónyi pénz jut egy EP képviselőnek egy évben. Ez nyilván nem csak ő, hanem alkalmazottakra, meg irodabérletre, meg utazásra, mindenfélére. És szerintem a kutya, mit tudom, én ebből egy 110-et leadna nekem. Tehát ez 10-ből meg ő bőve jól el van. Hát, ez logikusnak tudik. Az úgy egy szép bücsé, úgy mind a kettőtöknek. Jaj. Az önkormányzati választásoknál ugye a legutóbb 5 évvel ezelőtt, vagy hát most még csak 4 évvel ezelőtt ellenzéki összefogás volt talán az út, amin az ellenzék próbálkozott. Ti most összefognátok valakivel, vagy egyáltalán nyitottak vagytok ilyen próbálkozásokra helyi szinten? Vagy maradtok egyedül, ahogy vagy önállóan indultok? Főszabályként azt mondanám, hogy maradunk egyedül. Erről van is egy döntés a tagság részéről, és hát szerintem esetleg nagyon nagy ritkán és nagyon kivételként lehet, hogy alakul úgy, hogy mondjuk valakit együtt támogatunk az ellenzékkel. Baranyi Kriszta neve merült fel egyébként például így ebben a formában, bár nem az ellenzékkel egyeztetve, de hogy mondjam, tehát hogyha most a DK is elkezdi támogatni a Baranyi Krisztát, mi attól még fogjuk továbbra is. De más példát én most így elsőre nem tudnék, a 12. kerületben ott nem létezik igazából gyakorlatilag az ellenzék, most nem akarok senkit megbántani, van azért nyilván, aki valamennyit dolgozik, ugye nálunk ott 5 darab ellenzéki képviselő került be rajtam kívül a testületbe, az LMP-s lányt ugye őt már kirúgta az LMP, mert elindult külön a országgyűlési választáson, az MSZP-s Vince Géza bácsit azt egy bizottsági helyen sikerült megvenni, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, de azóta minden támogat, amit ott a Fidesz csinál, és mindennek örül, mindegy, nem is folytatnám. Tehát ott igazából nem látni, hogy egyáltalán miben lehetne együtt dolgozni, vagy kivel. Te indulsz újra, gondolom. Igen, most már ide, hogy én legyek a polgármester, úgyhogy igen, mindenképp. És főpolgármesteri címre pályázol? Ha nem most, akkor mondjuk később. Hát bevallom, egyről nekem nincsenek ilyen ambícióim. Meg hát ugye a főpolgármester is a legnagyobb poénokat elsüti azért ő maga, tehát nem biztos, hogy kellek én oda. A zseniális volt a Tiborcadó. Ugye, ha emlékeztek, ez egy olyan ígérete volt Karácsony Gergőnek, amit ezt nem tette hozzá, de hogy ő ezt ugye nem tudja megtenni. Ez ilyen jellegű adókat, ami valami fajta vagyonra van kivetve, vagy ingatlanra, vagy nem tudom, ezeket az önkormányzatok tudják ugye kivetni, és nem a főváros. Egy része van Budapestnek, ami a fővároshoz tartozik közvetlenül, és nem egy önkormányzathoz. Ez a Margit-sziget, aminek 2 lakója van, és ugye össze ki is vetette Karácsony Gergő a Tiborcadót erre a 2 emberre, ez szerintem fantasztikus, zseniális. Szóval nem biztos, hogy kellek én oda, hogyha ilyen viccesebb dolgokat akarunk látni a vezetés részéről. És mit szólsz, vagy mi a véleményed most az ellenzék általános állapotáról, helyzetéről? A választás óta ugye megalakult egy árnyékkormány is. Jól lett vagy? Működőképes, vagy érhet valamit? Lassan szükség lesz árnyék ellenzékre is, és akkor hát, hogy mondjam... Már bocsánat, hogy szabadba vágunk, de vannak, akik azt mondják, hogy a kutyapárt az ellenzék ellenzéke. Igen, én már praktikusan a kutyapárt nem valami ellen jött létre, és nem valami ellen teszi, amit tesz, így nem az ellenzék ellen, még ha ezt így látni is. Az biztos, hogy nagyon nehéz helyzetben van alapból az ellenzék, és a hasonló közhelyeket elmondhatom. Szerettünk volna bejutni a parlamentbe, de így, hogy ilyen összetételű lett a parlament, bevallom, utólag
én különösebben nem vagyok szomorú, hogy nem ülünk ott, mert bevallom, én sem tudom, mit lehetne ott feltétlenül csinálni. Ami most az elmúlt hónapokban történt az ellenzék környékén, vagy hát különösen Márki-Zay Péter környékén, ugye ezekkel a külföldről érkezett pénzekkel, az pedig megint egy szerintem egy végtelenül szomorú dolog, és ezt mondom annak ellenére, hogy nyilván a Fidesznél jóval több pénzből kampányolt, aminek a java része végső soron valami fajta állami forrás, tehát végső soron a mi zsebünkből kivett pénzből történt, de az, hogy az a miniszterelnök jelölt, aki magára tűzi a tisztesség kék szalagját, egy elszólással bevallja, hogy 4 milliárd forintnyi külföldi pénz ment a kampányára, és illetve hát ugye nem tudok máshogy fogalmazni, de hogy azt hazudja, hogy ez nem a kampányra ment, és azt hazudja, hogy ez sok ezer ember összedobta Amerikába. De nyilván szerintem ezt mindenki tudja, hogy ez nem igaz, szerintem a kollégát megtehetni, hogy igazat mond. Igen, volt pár nagyobb külföldi támogatójuk, igen, amúgy törvényesen, mert ők nem egy pár kapták ezeket a pénzeket, és hát aztán meg most kampányra ment, de igazából jogilag ez szerintem amúgy megáll, meg rendben van. Maga a történet, ami szerintem borzalmasan hangzik, és de ugyanígy, ahogy a Márki-Zay Péter ugye ezzel háza alap a tévékben már fél éve, hogy az ő kampánya mennyire átlátható volt, és ugye ők feltettek egy táblázatot erről a világ legátláthatóbb beszámolójából, és amiből nem látni semmit. Tehát nem látni, hogy az adott tétel mire lett elköltve, nem látni, hogy melyik cégnél lett elköltve. A többi pártól amúgy meg még ennyit se látni, ez nem egy nagyon bonyolult dolog, tehát itt nálunk is valamennyi idő munkával ezt meg tudta csinálni a pénzügyesünk, meg az operatív igazgatónk, és mi ezeket például kiraktuk a weboldalra. Szerintem ez is nagyon furcsa volt. Nem akarok ezen tényleg rugózni, csak ugye amikor azt mondja Márki-Zay Péter, hogy a kultúraváltásra neki tízezrek, vagy nem tudom hány ezer ember Amerikából pénzt adott, akkor valahogy nem teszi hozzá, hogy ennek a pénznek egy jó része ugye nem hozzáérkezett, hanem mondjuk például a Oráculum talán 2020 Kft-hez. Ki az őrült, aki Amerikába egy Oráculum 2020 nevű MSZP-s csávú fiának a cégének ezrek pénzt akarnak adni, tehát tényleg egy ilyen őrület. Egyébként ugye annyi jó volt ebből a pénzből, hogy pont az Orákulum ugye ezeket részben hát ilyen kormányellenes WC-papírokra költötte, csak aztán ezeket nem osztották ki, és megmaradt a raktárban, és ugye az ellenzéket nyilván már nem érdekli a dolog, hogyha már nincs kampány, úgyhogy ezeket ők nem osztották ki, így magánszemélyen keresztül eljutott hozzánk, és akkor mi ezt ki tudtok osztani. Rengeteg egyébként 400 ezer WC-papír volt, ami azért nem 10 fillér, tehát itt ennek a tételnek szerintem több százaléka ment egyébként olyan WC-papírra, amit is elosztottak. Szóval egyébként szórakoztató. Úgyhogy egyébként ezt az amerikai pénzt ennyirővel adhatták volna a Fidesznek is. A érdemben nem látszott volna szerintem az ellenzék kampányon a különbség. Teszem hozzá sajnos. Tavalyi választás előtt Márki-Zay Péterre volt egy kis, gyakorlatilag egyszerűen megfogalmazva a kutyapárt ellen kampányolt. A választás óta beszéltetek mondjuk erről, vagy bármiről? Nem beszéltünk. Hát minek felesleges, más gondolom dolgokról, nem, én nem akarom őt meggyőzni semmiről. Nem tudom. És az árnyék kormány, az kinőheti magát az ellenzék soraiból? Szerinted, vagy ez egy is volt? Hát talán bevinnék is, a DKTV-nek lenne egy ilyen arról, akkor talán kicsit érdekesebb lenne. Nem tudom. Bevallom, én nem is néztem meg ebből semmit, hogy mit csinál az árnyék kormány, hogy erről megint nehezen tudom neked érdemben iratkozni. Nyilvánvalóan nem nőheti ki semmit, de magát ez a nyilván a DK-nak a pozícionálásának az egyik eszköze, de hát ezt meg mindenki tudja. Az egyik nézői kérdésünk is, most egy kicsit már ráfordulunk arra néhány tenni. Magyar Gabriella ezzel kapcsolatban érdeklődött, hogy te kaptál-e ajánlatot a DK-tól?
Nem, legalábbis nem tudok róla. Lehet ez is egy ilyen elolvasatlan e-mail, de nem kaptunk ajánlatot a DK-től. Meg nem is szeretnénk, tehát nem tudom, azért vagyunk ilyen hülye helyzetben, mert ugye a pártnak az a definíciója, hogy megszerezze a hatalmat, hogy utána végrehajtsa a programját. Lehet nem ez a definíciója, de valami hasonló elvileg a lényege. A kutyapárt meg igazából véletlenül lett párt. Én nem, ki az úristen, azért az nem feltétlenül normális, aki Magyarországon pártot akar csinálni. Nem akartunk pártot csinálni, ez teljesen véletlenül alakult. És az, hogy mi a pártnak a tevékenysége, az is olyan értelemben véletlenül alakult, hogy ugye 2016-ig nagyon kevesen csináltuk ezt a pártot, ugye addig voltak, hogy főleg vicces plakátok voltak, még ilyesmik, és akkor amikor kinyitottuk, és lehetett jönni bárkinek, amiből most arra az lett, hogy lett 7000 passzivistánk, akkor látszott, hogy nem mindenki vicces plakátokat akar csinálni. Hanem van, aki város felújítani, van, aki virágot ültetni, van, aki nem tudom. És akkor ebből lett az, hogy most arra a kutyapárt tevékenysége az így nagyon más szerintem, mint egy hagyományos értelemben vett párti, mert nekünk ez a közösség szervezés lett a lényeg, amiben egyébként tök nagyot előre tudtunk most lépni, mert ugye jobb eredményt értünk el a választáson, több lett a pénzünk, és végre fel tudtunk venni olyan alkalmazottakat, akiknek ez a dolguk, hogy regionális koordinátorok, akkor értelemszerűen bárki jelentkezik hozzánk, azt felhívják, kitalálják, hogy tud bekapcsolódni, szervezik a helyi eseményeket. Úgyhogy most már tényleg ilyen olvasóköre van a kutyapártnak, túracsoportja van a kutyapártnak, sajnos mostanában nem annyira aktív, de balett csoportja van a kutyapártnak, ahol egyébként öt ilyen korosodó pocakos férfit képzel, akik balettoznak. Szóval mi elmentünk kicsit ilyen más irányba, és hogy visszakanyarodjak a kérdésre, hogy nálunk szerintem a hatalom megszerzése nem a fő cél, hanem ez, amit előbb mondtam, hogy ha már csomó ember csinálna valamit, akkor hozzuk már össze, hogy tényleg meg tudják csinálni, és akkor az nekik is jó, meg esetleg az ország is kicsit örülhet nekik bárminek. És egyébként sokszor ezért foglalkozunk látszólag tök apróságokkal, mint egy pad, vagy egy bokor, vagy egy ételosztás, vagy nem tudom, mert ezeket meg tudjuk tényleg csinálni, és nem csak beszélünk róla. Nyilván, hogyha a hatalom lenne a lényeg, akkor összefogtunk volna a hat párttal, és most ülne emberünk a parlamentben, meg mit tudom én, még 20-szor ennyi önkormányzatban, de nem látjuk, hogy lenne annyi hasonlóság köztünk, vagy hogy fogalmazzak, hogy érdemes lenne összefogni, és valószínűleg olyan kompromisszumokkal járna, amiket nem hiszem, hogy a tagság megtenne. Másrészt azért azt is látni kell, hogy ahogy mondjuk velünk az ellenzék szokott viselkedni, vagy ahogy viselkedett velünk a miniszterelnök jelölt úr, az nem azt váltja ki a párttagságában, hogy itt ezek az emberek most ezeket megszeressék, és velük együtt akarjanak valamit csinálni, hanem pontosan az ellentétjét. Tehát amikor lehet, hogy a Márki-Zay Péter ezekkel a mondatával azt gondolta, hogy majd ő ezekkel behúzza a kutyapártot esetleg az összefogásra, pontosan az ellentét történt. Ez a tagság, ami van, életben akar majd összefogni ezekkel a pártokkal, és mondom részben ezért, tehát hogy és valóban a többi párt vezetője nem volt olyan harsány ezekben a topikokban, mint a miniszterelnök előtt úr, de én őket sem láttam, hogy kiálltak volna, hogy most figyelj már, minden, amit az MZP mond, igazából több, mint hogy meg ezek úgyis más szavazóik vannak, mint nekünk, meg nem, tehát hogy ez megint nem volt. És akkor nekünk a kapcsolatunk egyébként az, hogy hogy mondok példát, ha mondjuk elhívna egy padfestésre az LMP, akkor szerintem elmennénk. Ha elhívna egy virágültetésre a Párbeszéd, a passzivistáinkat, szerintem elmennénk. Soha az életben nem történt tudtommal ilyen. Ami történik az, hogy amikor jön a választás, akkor megkeresnek minket az ellenzéki politikusok, az együttműködés szót használva azt szeretnék, hogy abban adott helyen éppen ne induljunk. Szóval igazából ennyi ja, nagyon tömören a kapcsolat, de egyébként DK-s ilyennel még nem keresett meg, értelemszerűen hozzánk azokat szokták küldeni, akik azt gondolják, hogy nekünk talán kicsit szimpatikusabbak, mint mondjuk a Momentum, vagy a LMP-ből valaki, vagy ilyesmi. Szintén Magyar Gabriella kérdése, és még egy kérdés erejéig maradunk a DK-nál. Jelentkezett DK-s a kutyapárthoz, egyáltalán befogadtok-e DK-st, vagy bármilyen másik pártból átigazoló képviselőt, adott esetben polgármester? Hát erről nincs ilyen konkrét döntés, nem volt erre példa, hogy ilyesmivel kellett foglalkozni. A passzivistának igen. Tehát ha részt akar venni a párt tevékenységébe, akkor szerintem nincs akadálya, bármilyen pártnak volt korábban a tagja.
van olyan is, aki még a Munkáspártnak volt, vagy van, aki a Fidesznek volt mondjuk, de ilyen önkormányzati szinten, vagy képviselői szinten nem volt ilyen opció, és így dönteni se kellett volna igazából, ezért ezt így most nem tudok neked válaszolni teljes mértékben. Még a beszélgetésünk első részében szóba került az öveges program, amire én szeretnék néhány mondat erejéig mindenképpen kitérni. Ugye most a legfrissebb fejlemény az, hogy Hadházi Ákossal együtt feljelentést tettetek, és erről nagyon röviden mesélnél az olvasóinknak, vagy a nézőinknek, bocsánat, hogy pontosan mi is ez az öveges program, és akkor még utána én feltennék pár kérdést. Az öveges program, ez nagyjából 10 évvel ezelőtt zajlott több éven keresztül, egy alapvetően tök jó dolog, ahol Európai Uniós forrásokat lehetett elkölteni természettudományos laborok kialakítására iskolákban. A probléma már egyébként a kiírásban szerepelt, gyakorlatilag akkor költhetett el nagyjából 90 millió forintot egy iskola arra, amit tényleg kellett, tehát a terem átalakítása és az eszközök beszerzése. A további 210 millió forintot elköltött nem feltétlenül értelmes dolgokra, egy olyan csodálatos szoftverre, ami egyszerre két tanterem beosztását is képes kezelni, ugye az Excel talán ismerjük meg a papírlapot, ami szintén képes erre, ugyanígy elvileg különféle képzésekre, segédanyagokra, munkafüzetekre. Na most ez elég sok iskolában történt, 66 nyertes volt az öveges pályázaton, és hát ugye ez Hadházi Ákosnak tűnt fel már akkor, hogy sok esetben ugyanazokat a nagyon apró változtatásokkal ugyanazt a tartalmat adták el több tucatszor, ugyanaz a cég háló, ami igazából ez a Fidesz oktatási holdudvara körüli emberek és hozzájuk köthető emberek és cégeken keresztül zajlott. Nagyon sokszor ott volt az elején a cégeknél, például Gullert Zoltán, aki ma is elég fontos pozícióban van, vagy Ekler Gergely, aki szintén elég fontos pozícióban van. És ezt megállapította sok mindenki. Megbüntették az önkormányzatokat, a Magyar Bíróság, most 3 ember felfüggesztett börtönt kapott, megbüntette az EU Magyarországot, tehát ez az, hogy ez így mi történt, az elég egyértelmű, és különösen azért, mert itt abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy hát nyilvánosságra került egy belsős anyag, ami a miniszterelnökség ellenőrzési főosztálya készített talán kb. 40 oldalon keresztül, és mivel ez egy belsős anyag, ők nagyon őszintén megvizsgálták ezeket a közbeszerzéseket, és nagyon őszintén leírták a túlárazásokat, a cégek közti összefonódásokat, azokat a tényeket, amik egyértelművé teszik, hogy itt ezt valaki szervezte, hiszen miért hívná meg pont ugyanazt a 3 céget egymástól több független, több tucat szereplő, stb. És hát amit mondtam, ugye, hogy nyilván, hogyha kell egy munkafüzet, akkor ugye azt egyszer lefejleszted és odaadod minden iskolának, nem 66-szor fejleszted le, tehát nincs értelme. És akkor igen, ugye az történt, hogy Hadházi Ákos ugye emlegette korábban, hogy ő hallotta, hogy akkor még Szekszárdon volt fideszes képviselő, és az ottani polgármestertől, aki szintén fideszes, mikor bejött az öveges pályázat, akkor kérdezte, hogy ez micsoda, és akkor mondta neki a polgármester, hogy ez a Pokorninak a bulia. És akkor én kérdeztem az Ákost, hogy ezt megnéztétek, hogy már hogy ezt mondod, még csak elég súlyos állítás, és hogy ez valaki utána járt, hogy a Pokorni bulia az mi alapján. Nem. És akkor én gondoltam, hogy megnézem, és akkor itt azt lehetett találni, hogy az az ember, akit Béres Istvánnak hívnak, és hát már 20 éve már a minisztériumban is, és a Hegyvidéki Önkormányzatnál is igazából a Pokorni vezette intézmények, fogalmazunk úgy, gazdasági ügyeit nagy ráhatással volt. Na, őnek rengeteg köze volt azokhoz a cégekhez, amit nyertek a 12. kerületben. Volt olyan cég, aminek a székhelye került Béres István tulajdonába, volt olyan lakás, ami ekkor az egyik cég nyertes cég tulajdona volt, majd Béres Istvánhoz került. 2 olyan cég van, aminek az ügyvezetőjétől Béres Istvánhoz cég került, van, amelyik később, van, amelyik korábban, és még sorolhatnám, és hát meg lehetett találni, ugye ezeket a cégeket utána el kellett valóban dugni, hogy ne maradjon ezeknek a szereplőknek a nevén, és volt például, ami a Hegyvidék TV, ugye ez az önkormányzati TV, illetve újság,
korábbi hát főszerkesztőjéhez került, tehát itt úgy tűnt, hogy ennek az embernek minden céghez van valami közel, ami nagyon, nagyon gyanús, és hát akkor ilyen ementén. Egyébként nem lett még beadva a feljelentés, de ementén van az, hogy ugye az a fő probléma, hogy a nyomozás az nem egyértelműnek tűnik, hogy a valódi felelőseket nem tárta fel, három ügyvezető kapott büntit, meg kettő cég, és hát és olyan esetek voltak, ahol maga a miniszterelnökségi jelentés írja le, hogy egy másik cég pontosan ugyanazt csinálta, mint az a kettő, akik megbüntettek, de hát ugye ott Eckler Gergely volt az ügyvezetőt, azért gondolom nem kéne bántani. Úgyhogy ementén jó lenne, hogyha itt még esetleg lenne kicsit valami vizsgálat, vagy nem is tudom, főleg, hogyha az EU-nak ilyen nagyon jó fejnek akarunk tűnni, hogy mi nem vagyunk korruptak. Ez egy remek alkalom, bár nyilván az embernek, hogy mondjam, vannak kétségei. Egyébként ezt beküldjük majd a ha már egyszer van egy integritás hatóságunk, aminek ugye elvileg ez a dolga, akkor ezt nyilván beküldjük, hogy akkor esetleg nézzék meg ők is, hogy mit lehetne ezzel kezdeni. Az információtok, hogy mekkora összeg volt, amit helytelenül használtak fel ebben a programban? Túlárazás, indokolatlan túlárazás, többször eladott ugyanez a termék, mekkora összeget jelentett? Hát pontosan nyilván nem tudom, ugye 30% volt, ami ment arra, aminek azért tényleg mindenképpen volt értelme, és hát a többi 70%-nak hát nem tudom, tehát az összesnek, hogy a fele, azt mondjuk, hogy a fele mondjuk talán feleslegesen van elköltve nagyjából, akkor szerintem olyan nagyon nagyot nem tévedünk. Ugye az EU-s bírságból nem tudni, az azt hiszem egy 2 vagy 3 milliárd, azt hiszem mai értéke 3 milliárd forint körüli bírság volt, de ez nem csak az öveges program miatt, hanem az Európai Szociális Alap egyéb forrásainak a helytelen felhasználása miatt is kaptuk, és ugye ezt a Horn Gabi, aki akkor még az átlátszónál volt, mert Szabad Európánál dolgozik, még ő szedte ki valahogy az infókat, de ő se tudta megtudni, hogy melyik része volt az öveges, és melyik az egyéb programok, szóval erről pontos szám szerintem nincsen, de nagyságrendileg a fele az valószínűleg lett elkötve, hogy sajnos hát több semmi értelme nem volt. És hát azért különösen szomorú, mert tényleg az oktatásról van szó, ugye adott esetben a volt oktatási miniszter kerületéről, és egyébként ugye akiket mondtam, hogy a Béres Istvánhoz sok közük van cégek, ők nem csak a 12. kerületben nyertek, rengeteg más helyen is ezek a cégek nyertek. Szóval azért ez nem biztos, hogy a legszebb, hogy pont ezt a legalább valami csatornázásra adott pénzt lopnának el, vagy nem tudom, ami talán nem olyan, de egy pont az oktatás, hogy rosszul vagy. Azért az sem biztos, hogy kellemes következményekkel járnak. Nálunk nincsen csatorna, Csillebércen, nekem ez azért nem fontos. Azt mondtad, hogy egy fideszes politikus úgy fogalmazott, pokorni bulija, idéztem én is. Mi támasztja ezt alá? Csak Béres úrnak a személye, vagy van esetleg más bizonyítékotok is, ami tényszerűen alátámasztja, hogy tényleg pokorni bulija volt? Nincs, és én ilyet nem is állítanék. Tehát amit lehet állítani, hogy egyrészt az, hogy megtörténtek ezek a lopások, azt lehet állítani, túlárazások, nem tudom, minek nevezzük, de ez ilyen nagyon finom, hogy most azt nevezzük túlárazásnak, hogy ugyanazt eladod 40-szer. És hát utána meg az látszik, hogy az nem lehet véletlen, hogy bizonyos fideszes oktatás közeli szereplőknek ilyen sok céghez van közük, miközben azt is állítani lehet szerintem, hogy ezt szervezni kellett, mert ez magától nem történik így. Na most akkor megint ugye ott vagyunk, ami a sehogy se jó. Ha erről tudott Pokorni Zoltán, akkor az a baj, ha ezt ő nem vette észre, akkor meg vagy észrevette és nem szólt, akkor meg az a baj. Szóval ez kicsit olyan, mint ahogy a Hatházi kritizálgatta annó Tóth Csabát, tehát hogy ha tudta, az a baj, ha nem tudta, az a baj. Tehát ezek tényleg a környékén történtek, és ezeket valaki szervezte. Abszolút nem állítom se azt, hogy Pokorni Zoltán, se azt, hogy Béres István szervezte volna, de Béres István kapcsolati hálóját felhasználta az, aki ezt szervezte, azt szerintem lehet állítani azért. És ugye ez elmondható Eckler Gergelyről is. Jövőben is maradsz ezen a közbeszerzési vonalon
hasonló ügyeket feltárni, vagy esetleg már van valami, ami vagy felkeltett az érdeklődésedet? Hát jó lenne már a túloldalon lenni, hogy mi nyerjük a közbeszerzéseket, és nem mindig csak kritizálgatni kell, ugye a korrupció akkor zavarja az embert, ha nincs benne, és akkor, akkor az. Hát bevallom, nem tudom velem, mi lesz a jövőben. Ja, hogy leszek a polgármester a 12. kerületben, nyilván onnantól kezdve nem fog zavarni a korrupció, tehát akkor azzal már megengedőbb leszek. Egyébként bevallom, én is meglepődtem, hogy érdekelnek mondjuk ezek a dolgok, ugye elsőre azért ezek viszonylag száraznak tűnhetnek, a közbeszerzési értesítő például nem ismeri a sortörést, és emiatt nagyon, nagyon szép és jó elolvasni ezeket a dolgokat, de összességében egyébként meg tök nem bonyolultak, tehát ha az ember egy kicsit foglalkozik, akár egy, nem tudom, a tulajdoni lapokkal, vagy a ingatlanadásokkal, optennel, vagy egy közbeszerzéssel, ezek tök könnyű, és igazából tök egyszerűen érthető dolgok. Én nekem meg valahogy így bejött, hogy ezekkel foglalkozzak, de lehet megmondom. Most picit akadozott a vonal, ezért elnézést kérjük a nézőinknek is. A kép is egy kicsit megakadt, vagy nem tudom, hogy ez csak nálam van-e, nem? Nálam jó, vagy kicsit, mint a szolgat már, de hallani azért. Jó, a hang az akkor szuper, ez a lényeg. Na, vissza is jött a kép. Nézői kérdés, hogy Bújtornék Gulyás Zsuzsana kérdezte tőled, hogy hogyan osztik meg a munkaidőd, az eredeti szakmád és a politikusi tevékenység, és hogyan fog ez alakulni a jövőben? Hát a második, tehát a kutyapártos tevékenységgel telik ugye nekem az egész napom. Én régen még füvet termesztettem, de hát nyilván most már nem merek, elévült, de most már nem merek füvet termeszteni, úgyhogy úgy osztik meg, hogy 100%-ban a kutyapárttal foglalkozom, és 0%-ban fűtermesztéssel. Hát figyelj, ez nyilván ilyen full-time dolog, tehát és tök jó, mert tök sok rétű. Tehát nem tudom, valami ezt kitartós dolgokat csinálunk, rengeteget mászkálunk az országban mindenfelé, passzivista talikon vagyunk rengeteget, én bevallom, élvezem. Hát minden nap jó lenne, ha lenne kettő, az tény, és tényleg jó lenne még több időt tölt egy dolgokkal. Hát például a könyvet azt nem olvastam már mondjuk hónapok óta, tehát vannak ilyen nehézségek vele. Na, úgy meg szívesen csinálom, meg tök jó, és tényleg ez egy zavar, nincs több időm általában. Mi volt a legutolsó könyv, amit olvastál, ha már megemlítetted? Hát, a Titán szirénye itt talán 8-adjára. Vonnegutnak. Skifie. Nagyon jó, érdemes elolvasni. Csordás Tamás érdeklődik afelől, hogy hogy jött az ötlet, hogy alapítotok egy viccpártot. Hát több véletlenül, ugye én akkor budapesti vagyok, Szegedre jártam egyetemre 10 éven át, és három szakon is másfél évet elvégeztem, és emiatt az összes bevezetése valamiben nevű tantárgyat elvégeztem, tehát úgy tudok tenni, mintha értenék valami, ezzel nem értek semmit, és ezért lettem politikus. Nem, hanem azért lettem, mert tök véletlenül. Tehát mi a street artos dolgokat csináltunk, átfestettünk óriás plakátokat, graffitiket, viccesnek szánt plakátokat, és 2006-ban én akkor grafikusként dolgoztam, és kirúgtak, mert fájt a fogam, és nem mentem be. És akkor lett tök sok szabad időm, és akkor jött a választás. És ugye ez a kutya, ez már valamilyen szinten ismert volt Szegeden, akkor már ragaszgattuk mi évekkel azelőtt is. És nem tudom, valahogy jött az ötlet, hogy akkor lehetne itt a kutya nevében ilyen vicces ígéreteket, de bevallom, ez nekem nem tűnt semmivel komolyabbnak, mint amikor sérvet árultunk plakátokon, vagy gázkészülék elrontó céget hirdettünk, tehát egy ugyanakkor semmi marhaságnak tűnt. A sajtó azonnal nagyon felkapta, ez így vicces, és utólag, hogy akkor volt egy hét, amikor egy hét alatt kettőször is jött a Magyar Távirati Iroda tudósítója, ez azért és vicces, mert én hát az elmúlt 5 évben nem láttam Magyar Távirati tudósítóját. És akkor az embereket elkezdte érdekelni, elkérték a plakátokat, kinyomtatták mások. Ugye ez még egy nagyon más korszak volt, 2006. Iviven zajlott a kampány egyébként konkrétan, ugye akkor Facebook nem igazán volt elterjedt Magyarországon.
És akkor lement ez a kampány, és utána én ezt el is engedtem a párt dolgot. És rajtunk, a név az akkor már rajtunk ragadt, annak ellenére, hogy a weboldalon felül annyi volt a feldécbe kiírva, hogy két farkú kutyás hülyeség. És aztán a 2010-es választás előtt tényleg ennyi volt, hogy megkérdeztük akkor már Facebookon, hogy na, induljunk a választáson, és akkor csomóan beírtam, és akkor induljunk el. És akkor utána meg már rajta maradtam, és ez a 2016, ugye ez volt, amit már említettem a nagy választóvonal, hogy ott lett az, hogy akkor én onnantól kezdve bevallom, nem feltétlenül tartom viccpártnak a kutyapártot, legalábbis az energiánk meg a tevékenységünk nagy része az nem feltétlenül csak viccelődésre megy el, hanem ezekre a városfelújítós, közösségépítő, stb. Vagy éppen önkormányzati munkadolgokra. Úgyhogy azóta, de nyilván ez más, tehát lehet, hogy az emberek egy része még ma is tök viccpártnak tartja a kutyapártot, mert ha az ember kirak három vicces szót a Facebookra, azzal elérünk 200 ezer embert, ha meg két hétig dolgozol egy olvashatatlan 20 oldalas közbeszerzésekről szóló cikken, azt meg elolvassák négyen. Szóval, bár egyébként most pont meglepődtem, előbb említett öveges programról csináltunk egy nagyon hosszú 16 perces, és hát viszonylag sok adatot tartalmazó videót, és bevallom, én kételkedtem, hogy ezt mennyire fogják végignézni, de a 30%, azt hiszem 70 ezerből 20-valahány ezer, ezt meg lehet nézni a YouTube statisztikákban, végignézte ezt a videót, amit én sem biztos, hogy végignéztem volna. Úgyhogy amúgy meg lehet, hogy ez is befogadható, de most már nem a kérdésre válaszolok. Szintén Csodás Tamás kérdezi azt, hogy miért lett ez a pártnak a neve ami, és miért nem, vagy honnan jött a párt neve, és miért nem mondjuk háromszülű nyuszi párt, vagy rövid nyakú zsiráf párt lett? Hát jobb ez a rövid nyakú zsiráf. Megbeszélem a többiekkel, és akkor lehet átnevezzük, hogy valami hasonló. Hát igazából a kutya, amit már mondtam, hogy ragaszgattuk, és akkor az került a plakátra, mert ismertebb volt Szegeden akkor, mint én. A kutya pedig onnan jött, hogy készítettünk akkoriban animációkat, és volt egy animáció, amiben a történet egy génkutató központ környékén játszódott, és a hátsó kiáratánál ennek az épületnek volt egy nagy szemétdomb, és ott éltek különféle mutáns állatok. Volt valami háromfejű csirke, meg ez a kétfarkú kutya, meg egyebek, és utána onnan lett a kutya kiragadva, úgyhogy arra nagy esély volt, hogy háromfejű csirkepárt legyünk. Egyébként ugyanannyi, mint hogy kétfarkú kutya, de végül a kutya lett. Egyébként Tasi Csabi régió barátom, aki az ebet rajzolta, még annó, úgyhogy az, amit azóta is használunk. És nekem amúgy ennek értelme nagyon nincsen, de utólag kiderült, hogy van egy ilyen angol mondás, ami valahogy úgy szól, hogy someone's as happy as a dog with two tails, ahogy valahogy a boldog, mint a kutya, akinek két farka van, ugye ez onnan van, hogy amikor a kutya nagyon gyorsan csóválja a farkát, akkor az még kettőnek is tűnhet, úgyhogy igazából ebből a szempontból minden kutya két farka tud lenni. És még egy olvasói kérdés maradt a végére. Attila azt kérdezi tőled, hogy egy tisztán kutyákból álló kétharmados kormány milyen három intézkedést tartana elsődleges fontosságúnak meglépni? Ez egy jó kérdés. Hát feloszthatnánk a parlamentet, engem királlyá koronáznánk, és nem megtartanánk egyébként, mi alapvetően egyfős parlamentben gondolkodtunk, ugye úgyis mindig az van, amit a kormány szeretne, tehát tök felesleges a többi embert is a parlamentbe tartani. Nyilván akkor már az épületre se lenne szükség, mert az túl nagy, úgyhogy végre be lehetne erdősíteni normálisan a Kossuth teret, és ott a Kossuth erdőben az egyik fán megülhetne az egy szem képviselő. Lehet, nem ezt a választ vártad. Figyelj, az biztos, hogy az ellen nagyon-nagyon könnyű lenne tenni, hogy ne folyjon el ilyen sok pénz viszonylag kevés helyre. Nagyon sok mindent lehetne úgy törvényileg szabályozni, akár a közbeszerzések, akár az átláthatóság mentén, hogy legalábbis sokkal nehezebb legyen valamit megcsinálni. Például én, amikor azon gondolkodtunk, hogy min kéne változtatni a 12. kerületben, és nyilván van tök sok apróság, hogy a parkolást hogy kéne, vagy a zöld felületek, vagy nem is apróság, hát tök fontos, de hogy ilyen dolgok. De valahogy mindig ott van az ember, hogy
igazából az a baj, hogy ez akár nem tudom, 100 millió vagy akár milliárdnyi összeg valahova eltűnik évente, és ha az lenne, akkor abból aztán még már tényleg csodákat tudnál tenni mindenhol. Szóval ezt szerintem ez lenne a leghasznosabb és legfontosabb, miután az az egy képviselő felköltözött arra a bizonyos fára. És akkor még a bére képviselőseken is rengeteg pénzt meg tudnátok is spórolni. Így van. Hát a beszélgetésünk végére értünk. Remélem a vendégünk is jól érezte magát, szerintem egy tök érdekes és jó kis beszélgetés volt. Köszönjük szépen a nézőinknek, hogy velünk voltak. A kis 2 éves klasszis klubunk januári adásában fogunk jelentkezni a következő klasszis klubbal. Legyenek velünk akkor is, és szeretném megköszönni Kovács Gergelynek is, hogy itt volt és beszélgettünk egy órán keresztül. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Szia, viszontlátásra. Sziasztok, viszlát. Ön a Klasszis Klub műsorát hallotta. Feltétlenül iratkozzon fel a Klasszis YouTube csatornára. Ha szeretne több ilyen videót és podcastot, legyen ön is klubtag. Fizessen elő a Klasszis Lapcsoport, a Privát Bankár, az M4, a Piac és Profit prémium tartalmaira, vagy legyen támogatónk klasszis.hu.